Molnár Réka épp azt kérdezgeti a gyerekektől, hogy mire is való a szép szoba, hogy hívják a benne lévő tárgyakat, és azokat mire is használták régen a székelyősök. A gyerekek az egyhetes tábor alatt, amit a bátaszéki székelyek baráti köre szervezett, nagyon sok információra tettek szert, megismerték a néphagyományokat, szokásokat, dalokat, táncokat tanultak. Énekeltük az a kezeddel csattogtasd, a bogja tetején áll egy gólya, meg még énekeltük a cincindrálomot, meg az Ádámnak volt két fiát. Kézműveskedés is szerepelt az egész hetes program kínálatában. Tetszik a tábor, azért tetszik, mert sok táncot tanulunk, meg játszunk, társasozunk, meg agyagoztunk is a héten, az is jó volt. Megtanultam agyagozni, azt még nem tudtam, meg fonni. A székelyek baráti körének van egy székely dédunokák csoportja. Az ő számukra szervezték meg az egyhetes nyári tábort. Szoktunk ősszel is, tavasszal is, télen is egy-egy hétvégét szervezni. Nyáron úgy gondoltuk, hogy egy egész hetet próbálunk meg együtt tölteni. Talán kicsit jobban is tudunk haladni a dolgokkal, a koreográfiákkal. 22 gyerek van jelenleg a csoportban. Vannak hárman, akik azért csatlakoztak a táborhoz, mert vannak bukovinai székely, tehát van bukovinai székely kötődésük, és itt nyaralnak a mamánál éppen a városba, és akkor őket is hívtuk, hogy kicsit részesei lehessenek ennek a tábornak. Táncolunk, énekelünk, kézműveskedünk, próbálunk a kézműveskedésbe is egy kicsit a bukovinai székely hagyományok mentén haladni. Fazekaskodtunk hétfőn, kedden, aztán tegnap előtt a székely varottasokkal ismerkedtünk meg, székely Ica segítségével, aki elhozta a munkáit, amiket meg is tekinthettünk, és egy kicsit megtanította nekünk az alapöltéseket. Próbálkoztunk, de ez még egy kicsit nehéz volt ennek a korosztálynak, de nagyon tetszett nekik ettől függetlenül. A gyerekeknek a bukovinai székelység történetéről is meséltek a szervezők. Térkép segítségével próbáltam elmagyarázni az útjukat, az életüket, a káváriájukat, hogy hogyan jutottak ide, és mégis hogy kerültek ide például Bátaszékre is az ő őseik, mert a nagy része a csoportnak az rendelkezik bukovinai székelyősökkel. Nagyon figyelünk arra, hogy próbáljunk archív anyagokból gyűjteni a gyerekek számára is. Szerencsére elég sok gyerekjáték, gyerekmondók a gyerekének maradt meg, úgyhogy úgy kezdtük a hét elején, hogy 2 új éneket, játékot szedtünk elő, amit archív anyagból hallgattunk meg. Egy idős néni énekét hallgatták a gyerekek, és az alapján próbáltuk teljesen hasonlóan elénekelni az éneket, azzal a hanglejtéssel, tájszólással, ahogy hallottuk. Reméljük, hogy ez helyek közben sikerült is. A Székelyek házának van egy tájház része, ahol rengeteg gyönyörű dolog gyűlt össze, és próbáltam ezt is a gyerekeknek egy picit bemutatni, megmutatni. Próbáltuk tanulgatni a régi szavakat is egyébként, tehát van egy ilyen játékunk is, hogy mondok egy szót, ki kell találják, hogy az mit jelent, ez most már nagyon megy nekik és tetszik, és úgy gondolom, hogy elég sok minden meg is maradt bennük, és élvezték ezt a dolgot, amit így a mai világban azt hittem, hogy ez nem fogja őket érdekelni, de nagyon-nagyon örültem neki, hogy nagy érdeklődéssel fogadták és hallgatták ezeket a régi időkről, régi tárgyakról szóló történeteket, meséket. A tábor utolsó napján a lányok a népviseletükhöz illő nyakláncot fűztek, a fiúk pedig kulcstartót készítettek.